A közigazgatási reform az egy nagyon átfogó dolog, és alapvetően érinti a közhatalom gyakorlásának minden részét, minden, minden formáját. És ugye az egészet elkezdték egy egyetlen törvényen, ami igazán szükségesen volt, mert igazából semmiről nem szól ez a. a, a, a a, a helyi közösségek önkéntes egyesüléséről szóló törvényel. Amire a jog meg volt a korábbi törvényben is, én ezt szabályozták be részletekbe, hogy hogyan egyesülhetnek. És kimondták ki benne, hogy akkor egyesülnek, akkor ők területi közösséget alkotnak. Na most ilyen közigazgatási egységet nem ismer az alkotmány. Az alkotmány is már községet, nagyközséget, várost, járást, megyét, városban kerületet. De ilyen nincs. Na most akkor, és közben folynak a választások. Viszont a törvényen belül ahhoz, hogy ezek az összevont községek megtörténhessen, kistérségi magyar, ma, magyar nyelvben Igen. már látom, hogy a kollégák már használnak minden egy kistérség, meg ilyen megnevezéseket, aminek biztosan szépen hangzanak, csak éppen semmi köze nincs a, a, ahhoz, amit történik, és tehát ezen ez ez így, így nem történhet valójában, hogyha ennek nincs meg a jogi hátter. És az összevonás is jogtalan, hiszen az maga ez a törvény is kimondja, hogy ahhoz helyi referendumot kell tartani. Referendumot nem lehet tartani, mert az erőszó törvény nem létezik. De nincs meg neki az eljárásrendje. Jelenleg nincs érvényes helyi referendumszó törvény Ukrajnának. Tehát így az egész egy, egy fejetetére állított valami dolog, és, és ugye ezt tovább erőszakolják. Ugye például azt mondják, hogy mondjuk a járásokat, és akkor ki is hogy azt povitnak fogják nevezni. És akkor már szintén a sajtóból ugye olvasunk, hogy már három járás lesz Kárpátáján, öt járás lesz, négy járás lesz. Most, de senki nem beszél arról, hogy ezeknek mi is lesz a feladata, mi lesz a funkciója. Ugye hiszen a... a meglévő, az összevont községeknek gyakorlatilag úgy az a funkciója lesz, mint most van a járásnak. Most akkor a nagy járásnak milyen funkciója lesz? Az, milyen feladatokat fog ellátni? Az milyen szolgáltatásokat fog? Erről senki nem szól. És nem is érdekel, hogy senkit mindig a térképet rajzolgatja, ugye? Hogy most akkor ilyen völgybe lesz, ez fog tartozni, az fog, itt lesz a központja, lesz magyar központú, nem lesz, de milyen feladatlan lesz, milyen szolgáltatásokat nyújtasz. És ha, ha ő rá át, ő a megyének a feladat, akkor, akkor a megyének mi lesz a feladat? Elindul egy folyamat, anélkül, hogy annak az alapkérdése jönnek dönteni. döntene. de ezt lehetne folytatni még reggelig ezeket a visszáságokat. De ezek a kirívó példái csak ennek. Na most hogyan lehet ezt csinálni egyáltalán? Hogy tudja ezt egyáltalán épesző emberek? Hogyan tudják ezt komolyan csinálni? Számomra ez talány. Hogy lehet elfogadni a jövő költségvetést ilyen körülmények Hát a kicsi el lehet, mert az alkotmány megvan, a, a közigazgatás egységek léteznek, és ezt, ezt meg lehet csinálni. Na most az a helyzet teszem azt, hogyha a, a saját szülőhelyemnél maradjak, hogyha a, a, megszűnik az ábszonyi, Rafajnói falui, Somi, Hegyhenyi, Papi községi tanás, és megszületik egy, és ebből lesz egy kaszonyi, akkor lényegében a kaszonyi községi tanácsnak lesz meghatározva a költségvetése lehet, hogy épp azt romádának fogják hívni benne, ami jogtalan lesz egyébként, de ettől még, tehát a alkotást ez még megteheti. De, de ez az egész közigazgatási átalakítás, annélkül, hogy megvolna egy elfogadott elképzelés, ez az, alk az elképzelés alkotmányban lenne foglalva, és akkor ez a, ennek volna tovább feldolgozása törvényekben, alacsonyabb rendű jogszabályokban, ennek a modellezése egyáltalán. Mert ugye ezek a kis el kellene látni azt a feladatokat. Most a kis térségben hogyan tudja ellátni a, 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 a közegészségügyi, a, a tűzoltói, a, a rendfenntartói, a, a, hát nem tudom, minden egyéb feladatokat, amit neki el kell látni, ezt én igazán nem tudom. Ott, ahol a a meglévő járási központ bázisán történik. Ott egyértelmű. Ott azok a városok, lényegében a járási központ feladatot ellátó települések továbbra is ellátják azt a funkciót, amit eddig elláttak. De mi lesz, hogy lesz azok, hol, ahol ez nem volt? Ott képítik az infrastruktúrát. Hol vannak előrányozva az anyagiak? Hogy, de még talán, még a, és a legfontosabb kérdés, holnap, lesz beszerezve a humán erőforrás, holnap lesznek a szakemberek, ki fog nyitni ügyvédi irodát, ki fog nyitni közjegyzői irodát, ki fog nyitni, tehát ezt én nem tudom.